Befejeződött Mr. Crump Halloween-es szezonja, és ezek után már vártam a Madam Amberlish következő szezont, de Crash on the Run csapata Twitteren üzent a játékosainak. Kedves Crash on the Run közösség! Mindig is nyitottak voltunk a Crash on the Run-os közösséggel, mert mi is Crash Bandicoot rajongók vagyunk, és imádjuk ezt a játékot, és a legjobb Crash élményt szeretnénk megépíteni a játékosaink számára. Ahogy haladunk tovább 2022-be, még több időt szeretnénk tölteni azzal, hogy új fejlesztéseket és feature-öket építsünk a játékosunk számára. Számos nagyszerű ötletünk van abban, hogy hogyan lehetne fejleszteni a Crash on the Run tapasztalatot, és alig várjuk már, hogy megosszuk ezt veletek. Ahhoz, hogy ezt mi megtegyük, úgy döntöttünk, hogy részlegesen leállítjuk a szezonokat, és a csapatunk fókuszát a szezonokról a további hosszú távú fejlesztések felé irányítjuk. Egy darabig a legutolsó szezon ez a Mr. Crumbos Halloween-i szezon lesz, de már nagyon várjuk, hogy elhozhassuk számotokra azokat a tartalmakat és játékfejlesztéseket, hogy a 2022-es évet crash-esebbé tegyük, mint valaha. Mint mindig, most se lehetnénk itt ebben a pozícióban a közösségünk nélkül, úgyhogy frissíteni fogunk titeket itt, és további Crash on the Run channel-ökön. Köszönjük a támogatásokat, és találkozunk a Collection Run-okban, Crash on the Run-os csapat. Ez volt a fő üzenet Twitteren, viszont lehetett még találni további információkat a King fórumokon, ami a team tournamentekről szóltak. Akik fel tudták frissíteni a játékot az 1.140-es verzióra, azoknak már elérhetőek, ezekkel töltik fel azt az űrt, amit a szezonok hagytak maguk után. Ugyanis ez a team tournamentek, vagyis csapatos bajnokságok hetente érkeznek, minden héten jutalomban részesülhetnek azok a csapatok, akik a ranglétrán magas helyen fejezik be azt a hetet, ugyanúgy trófeákat kell gyűjteni, és a csapat tagjainak a trófeái összeadódnak, így pedig minden hét végére egy helyezést fogunk elérni. Ranglétrán most skinek nincsenek, viszont hetente akkor lehet nyerni, ha elsők vagyunk a csapattal 100 kristályt, második hely 60-at, harmadik hely 30-at, 4-től 10. helyen végzünk akkor 15 kristály, ha 11-től 50. helyig végzünk akkor 10 kristály, és 50-en túl 5 kristályt fogunk kapni hetente. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy farmoljunk fegyvereket, vagy legalább kristályokat. Én amit elvárok a csapattól, az a mindennapi aku-aku kihívás, ami 25 trófeát ad hozzá. Szerintem képesek vagyunk a top 10-ben végezni, de hogyha sikerül dobogóhelyre kerülni, az még jobb. Aki még nem jutott volna el a végső drágakövig a 200-ig, annak most van jó sok ideje, hogy ezt meg tudja tenni. Skineket tudtok még vásárolgatni a vending machine-ből, és elvileg ettől függetlenül még fognak újak is érkezni. Bármilyen új frissítés érkezik, ami változtat a játékon, azt fogom jelezni. Úgy gondolom, hogy akkor az épületekre fog kerülni a hangsúly, mert nagyon sok coming soon-os van, illetve hogy a Survivor Run kijavítsák, tehát ne legyenek olyan gondok vele, hogy játékos önhibáján kívül be kell, hogy fejezze a Survivor Run. Köszönöm a képeket, amiket Discordon küldtetek, ehhez a videóhoz is találtam egy ilyet is, amit küldtetek. Elvileg további skinek és azoknak a bónuszai van ott, itt már lesz Bellow Pepper-ös 20%-os és 40%-os, illetve Fizzle Flake 80%-os bónuszt is található ezen a képen, hogyha ez igaz. Akárhogy is lesz, szezonok nem ér kezdnek, de én úgy hallottam, hogy két hetente lesznek frissítések, de hogy az csak bug kijavítások, vagy új tartalom is lesz-e, azt nem tudom megmondani. Én azt mondom, hogy jó alkalom ez arra, hogy felhúzzuk a profilunkat, a bázisunkat a maximális szintre, vagy pedig további kristályokat gyűjtsünk azért, hogyha majd visszatérnek egyszerre egy hatalmas zsák tartalommal, akkor készen álljunk arra, hogy azokat fogyasszuk nagy szeretettel és szórakozással. De ahogy tudjátok, a csatornán úgyis megtaláljátok majd a legújabb információkat, úgyhogy ha érdekel a játék, akkor feliratkozhatsz, hogy ne maradj le a videókról, találkozunk legközelebb.